Tűzifát vágni jönnek láncfűrésszel és fejszével felszerelt fiatalok, hogy egy 94 éves néninek segítsenek. Hoztunk élelmiszert neki a múlt karjába, és most már úgy vettük észre, egyedül van nincs, aki a téli fáját felhasítja, felvágja, és akkor eldöntöttük, hogy mi megcsináljuk ezt is nekik. A fiatalok már tucatnyi idős ember mindennapjait teszik könnyebbé, és sokan jelezték, hogy még több helyen el kellene a segítség. A Gyergyószentmiklósi Vöröskeresztesekhez csatlakoztak a nemrég megalakult Erdély mentőcsoport gyergyószéki önkéntesei is. Mi biztosítjuk a kellékeket, vagyis a láncfűrészt, fejszét és bizonyos embereket, és besegítünk a Vöröskeresztnek. A lelkes fiatalok gyorsan végeztek a favágással, nem maradt el a köszönet sem. Nem is gondoltam erre egyáltalán. De a Jóisten fizessen mindjárt. A gyergyószentmiklósi önkéntesek az ünnepek alatt is segítenek a rászorulóknak.